az istenes támogatója a Rossmann Magyarország. A műsort a Foodie támogatja. Katica Bogár. Béla, nem. Nacsának mégis igaza volt. Egy vicc egy férfi szájából, az valahogy így jobban elfogadott. Tehát arra, hogy jobban rárőg a közönség. Megszokták már az emberek, hogy a fiúk lehetnek harsányak, lehetnek ilyenek, lehetnek olyanok. Az van, mint egyébként a stand-upban is, hogy az a nehézség, hogy egy olyan szakmát csinálsz, amit más nő mondjuk nem csinál, hogy bármit csinálsz, az így a nemed által is meg van ítélve. És akkor mondtam neki, hogy hú, de hát ha itt átmegyünk, akkor fel kell venned a hátadra. Én leszek a hátizsákod, és akkor erre a srác így jelt, szóval, hogy ha te vagy a hátizsákom, akkor nagyon meg kell, hogy pakolj. És mert odaadta az én kezembe a cuccot, hogy hozzám jöjjön oda a kutya, és mögöttem jött a gyerek. Az ilyen elképzelhetetlen, hogy mondjuk valaki fél a kutyáktól, de közben szeret megpakolni egy nőt. Tehát, hogy... Tánc? Tudok. Az istenes! És itt jön ütemre, vigyázz! Ez nem volt múlt héten, ez durva. Ez is volt múlt héten, fecó. Neked szerintem nagyon sok minden kimarad. De majd visszanézed, és akkor mindenre rájössz. Ez is volt. Még ennyire jó nem volt a közönség természetesen. Hát ilyen jó közönsége. Amerika, gyerekek, Amerika. Na hát köszöntünk mindenkit sok szeretettel. Ez itt az istenes, innen az akváriumból. Szevasztok! Hagyja még picit, akarunk táncolni, vagy kicsit? Az a baj, ezzel általában kinyomom. Stúdióban is beszoktam indítani, és a vendégek általában rögtön az első pillanatban megkérdezik, hogy micsoda, mit mondasz? Tehát abszolút nem lehet tőle semmit hallani, de közben ütemben pedig tök jó. Na fecókám, hogy vagy? Picit álmos vagy ma, azt látom egyébként, nem? Kicsit zaklatott, igen. Zaklatott vagy? Miért vagy zaklatott? Nem tudom, így keltem föl, nagyon érdekes. Ez a hétvége, ez nekem nagyon durva volt. Na de mi történt hétvégén, mesélj? Voltam csendtáborba, képzeld el. Csendtáborba voltál? Na, akkor gyakorold egy picit, mi meg elkezdjük. Na, és milyen jó volt? Ez jó volt, nem? Meg sem beszéltünk. Na, ne. Durva volt, mert hogy két napig nem lehetett beszélnem. Aha. Nagyon durva volt. Tehát tényleg annyira ilyen belső vívódás volt bennem, és beszélgettem magammal, nagyon, nagyon komoly volt, és nagyon komoly dolgokra jöttem rá. Na, mire jöttél? Nem akarom megölni a bulit. Ha hülyeséget mondasz, kivágom. Nem merem, nem. Az első annyira... adásban ezért nem vagy benne egyébként, mert csak hülyeséget mondtad. Tehát, hogy így... Nem tudom, látjátok, egy kicsit furán mozgom. Nem látszik? Vagy mindig furán mozgom? Tehát, hogy gyakorlatilag, Bence, semmi más nem történt. Képzeljétek, hogy volt egy műtétem. Hol szerintetek? Na, micsoda? Ott, ahol a fecónak? Egyébként nem vagy messze a valóságtól, mert tényleg ugyanott volt, mint a fecónak, csak a fecónak hozzátettek, nekem meg elvettek belőle. Mert nagyon fájt már a hátam, és picit tudod. Tehát, hogy... Én azt hittem, már elfelejtették. De, ja, basz! Nekem most esett le, baszki, neked tényleg ott volt műtéted. Ezért kínos, bazeg! Én csak poénkodni akartam. De tényleg ott volt. Igen, ott még amatőr voltam, és nem tudtam, hogy amit kimondok, annak súlya is van. Egyszer volt egy koncert, hogy jöttem ki, és így mondják, gyerekek, itt van, a Fitma nélküli csávó! Valahogy nem értelmezte, hogy miről szól ez a műtét, és azt hitt, hogy azt le van csípve. Mindegy, nem erről van szó, de remélem, ez kivágott. Egyébként nagyon... De hogy már... Ha valami biztosan benne lesz, fecó, azt már most megérhetem. Te neked, levágták, akkor az ez. Akkor az ez. Igen, nemrégiként tényleg volt műtétem, és rohadtul féltem tőle, és a kisfiam meg is kérdezte egyébként otthon, hogy apa, tök megható volt, tehát kicsit el is sírtam magam. A lényeg, hogy kérdezte, hogy apa, ugye hazajössz? Én meg mutattam az erőset, hogy persze, hogy hazajövök, fiam, hogy ne jönnék haza, kell, akkor tudod, hogy a medvét is megölöm. A gyerekek elaludtak, kimentem az Adélhoz. Adél, ugye hazajövök. Konkrétan tényleg ez volt. Egyébként nem tudom, kinek volt már műtéte? Volt már? Kaptátok azt a cuccot előtte? Tudom, hogy kicsit elkábulsz. Ez nagyon durva. Az, gyerekek, az annyira durva,
ott feküdtem, tudod, lábam már kikötve, kezem kikötve, másik kezem, és ott félte, ott is feküdtem, mi a ficsánat keresek itt, és egyszer csak megjött a cucc. Nem mindenre emlékszem, tehát ilyen elmesélésekből tudom, az utolsó, amire emlékszem, hogy azt mondom, hogy Úristen, ez jobb, mint a fű. És ott képszakadás, fogalmam sincs, honnan tudom, hogy jobb, mint a fű. Tip. Szóval annyira bennem maradt, hogy az első kérésem is az volt, mikor kijöttem a műtőből, hogy erre nem emlékszem, ezt csak mesélték, de mondták, az első kérésem az volt, hogy Úristen, ez a cucc, ez nagyon jó, ebből lehet még kapni? Konkrétan, igen. De azt tudod, hogy amikor téged kihoznak a műtőből, igen, akkor te ilyen hülyeségeket beszélsz, full, és folyamatosan hallgatják, hogy te mit, te előttem hozták ki a csávot a bizonyos műtétemről, és ott is az volt, hogy így ordibált, hogy aj, szatyor, kell nekem egy Tesco szatyor, és akkor nekem az volt az aggodalom, hogy én mit fogok mondani, és mai napig nem tudom, és ez hal átszik ki. Egyébként csak nekem a második kérésem az volt, kérdeztem a nővértől, meg az orvost, hogy szex lesz. Ez csak azért, hogy full hülyeséget beszéltem. Tehát először megkezdtem, hogy ebből a cuccból lehet-e még kérni, a másik kérdésem az, hogy lesz-e szex. Ez nem hülyeség. De nem hülyeség, igen. Igen, egy picit ott megijedtem, mikor mesélték, azt így, hogy fluorra műtettem magam. Mert, hogy, igen, szexet akartam, és azt, hogy elkábítsanak. Mondom, úristen, ez én vagyok, vagy a fluor, vagy mi történt? Abszolút, igen. Az Adélt is hívtam, arra emlékszem, felhívtam az Adélt utána, és elkezdtem neki mesélni, mi történt. És akkor mesélek, és egyszer csak azt mondja, aha, igen, és azt mondtad nekik, hogy szerinted ez jobb, mint a fű? Mondom, ezt honnan tudod? Baby, harmadjára hívsz fel, és mesélek el ugyanazt. Háromszor ugyanazt mondom, ne szivass, mondom, ez nem, három, hogyha kétszer már elmesélted, harmadjára mesél, abszolút nem emlékeztem rá. Nagy tapsot szeretnék kérni Holdan Flindának, Kovácsovis Ruzsinak, és Ács Ruzsinak! Na, ki hova ül? Az első kérdés mindig, hogy ki hova ül. Bevállaltam. Bevállaltad? Bevállaltam, anyja. Nagyon rendes volt. Na, Ruzsi. Híztam 3 kilót. Ezt most nem mondod. De akkor csak erre fogom most? 41 fogni. Már? Nem, azt nem mondom, nem kötöm a szorodra, hogy mennyi, de... Igen. Hú, de jó kis Samsung telefonon van, nem van tudom, tényleg. Hogy vagyunk most, van még, meg akkor kirakom. Hát van, hogy ne lenne, persze. Ja. Nekem sem szólnál, hogy persze. Na, Fruzsikám, egyrészt örülök, hogy itt vagytok, sziasztok! Melyik? Ja, tényleg, igen, hát akkor ezt már most beszéljük meg akkor, hogy hogyan, hogy legyen, kit, hát hogy hívjak. Tehát a Dagi Fruzsi, meg a... Szijatos öngól volt, de hát meg kellett adni. Na, tényleg, hát akkor mit, te mi szeretnél lenni? Fruzsina? Te legyél nem, Fruzsina. Nem, én Sandra Bullock szeretném. J-Lo meg Sandra, így egy ilyen. Akkor engem te viszont Beyoncé-nak hívjál. Jó, oké, szíves. Persze, téged hogy hívjál? Rihanna. Tényleg, mondhattál volna a férfi nevet is egyébként. Te hogy... terhes vagy? Vagy mi van? Tehát mondhattál volna Brad Pittet, George Clooney, David Beckhamet, Istenes Bencét, bárkit. Jó, hát most ezen a vonalon akartam maradni. Ezen a vonalon. Igen. Szerintem rakjuk ezt rejjebb, nem? De ez legalább akkor kitakarja a fejemet, igen, nem? De az nem jobb, hogy kitakarja? Így, ugye, jó, most fog jó. Meg, így megfogod, így picit két kézzel megfogod. Rámakolok egy kicsit. Elnézést. Bocsánat. Ez sok volt. Nem, ez tényleg sok. Már az igényes humor kibukott. Nem, igen, igen. Nem, bocs. Bence nagyon sok volt, nem ott nézett. Igen, a Bence ilyen. A Bence ilyen. Bocs, viselkedj, nem otthon vagy. Tér vissza az Istenesbe. Igen, muszáj viselkedned, ne add ki magad. 10 évig sikerült, vagy 10 nem tudom, hány évig, akkor kérlek, ez nektek szerencsétek, mert láthatjátok, ez mind ki lesz vágva, és adásban csak annyi lesz, hogy én nagyon szeretem a gyerekeimet. És az Adélt is. Semmi nem lesz. Semmi. Nyoma nem lesz. Vagy csak ebből. Te leszel velem. Ez már benne promóba, lesz. Promóba, akkor. Csak én nem tudom, hogy rakom össze, hogy én ne legyek benne. Rihanna. Rihanna. Jó, meg vagyunk. Jó. Na, Fruzsi, kezdjük akkor veled. Azon, hogy most kivételesen olyan történeteket hoztam, ami na, a témába vág majd, mert hogy lesz témánk, mert hogy van szerkesztő, ugye, meg minden. És, fejlődik a műsor. Teljesen. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy mindent na, a maga idejében. Mindent elkezdjük, a maga idejében. Megyünk majd az árral. Annyit mondjuk, hogy vagy, hát valamit azért mesélj, ne rögtön a közepébe vágjunk bele. Jól vagyok. Köszönöm szépen. De egyébként erre hogy lehet válaszolni? Tessék, te hogy vagy? Nekem van egy trükköm, az kell, hogyha megkérdezi valaki, hogy hogy vagy, mondasz, hogy szerinted. Ja, igen. De úgyhogy semmi nem történt veled, és elkezd gondolkozni, hogy mit nem mondtál el, ja, vagy hogy mi van veled, ja, és így megszűnik ez a kérdés. Játszunk egyet? Igen! Megint kértem egy kis én már ismerem ezeket a játékokat. Jajjaj. Ismered ezeket a játékokat? Nem jók?
Most én ezzel még sose jártam jól eddig. Itt senki nem jár, aki játszik az Istenesben. Kértem ismét egy kis segítséget a közönségtől, hogy írjanak össze szavakat, mi húzni fogunk, és a feladat nagyon egyszerű lesz, az első dolgot ki kell mondanod, ami arról a szóról eszedbe jut. Akkor menjünk körbe? Tehát az első dolog, ami eszedbe jut. Fruzsi, kezdjük veled. Pótcselekvés. Telefon. Recska. Tuti. És mindegyik előtt azt mondom, na jó, kezdjük de akkor veled. Fruzsi, kezdjük veled. Miért a Fruzsival? Azt mondja, hogy Katica Bogár. Béla, nem. Nacsának mégis igaza volt. Jaj, erre ment ki az egész, hogy választasz egy szarjátékot, mire senki nem tud válaszolni. És csak én vagyok vicces benne. Ja, és a végére majd kihozzuk azt, hogy ez mégiscsak egy férfi volt. Mondd még egyszer. Na, kezdjük akkor veled. Oké. Okay. Katica Bogár. Pénisz. Én figyelj, segjukat fogok mondani, bármi van a papíron. Ígérem, hogy segjukat fogok mondani. Olyat olvas fel, amire jó lesz. Jó a segj, igen. Ja, tényleg. Van választási lehetőséged. Az a baj, bazd. Mondjad, könyörű. Istenes Bence. Ne! Ez mintha meg lett volna beszélve. Mondj olyat! Ja, most már látom. Igen? Ezt ugyanarra úgy olvastam. Igen? Fityma szűkület. Fecó! Erre, aki nem tud vicceset, az tényleg akkor azt de. Mond, ne, tényleg, erre muszáj vicceset, tényleg, most komolyan. Magozott megy mag. Na, erre tényleg. De aki nem vicceset kell, mi jut eszedbe róla? Hát, nekem egy dal jut eszedbe, egy vicc jut eszedbe. Na, az is jó. Csak ne vicc, ne vicc. Tényleg eszedbe jut egy vicc? Nem, sajnos nem. Na, milyen dal jut eszedbe, jó lenne. Hát az, hogy felmegy a legény a fára, a megyfa tetejére, azt lerázza a magyet, te meg babát tegyed a rózsás kötényedbe. Egyúttal megértettük, hogy a reggeliben miért mondták, hogy... Oké, okay, tánc. Tudok. Mutasd meg akkor. Mutasd meg, tánc, tudok, mutasd meg. Jó, bele, de akkor egy zenét beszéljünk meg rá. Én azonnal adom. Na, gyere, állj föl, gyere! Nem, csak egy picit, na! Gyere! Várjál, gyere! Kezdem újra. 5, 6, 7, és... Mondtam, hogy tudok. Na. Higgyétek el, hogy innen rosszabb volt. Nézzük. Azt mondja, ciki volt. Csak kérdése ide fordul. Ciki volt. Nem, ez így nagyon jó volt, tényleg. Csak szokatlan. Humor. Ás, Fruzsi. Nem lehetne csak az, hogy Fruzsi? És akkor úgy mindenki, akinek inge, vegye magára. Tehát még egyszer, humor. Tánc, hadd szóljon! Bármi történik, te most adod tánca meg, hogy mentsd ezt a részt. Tehát szóljon, hogy az összes... Humor nincs rá semmi, Fecó, gyere! Fodrász.
Hát egyértelmű a fecó. De miért ezt mondtad? Miért nem mondtad? Ne! Mit kellett volna mondanom? Újra mondasz. Jó, de akkor mondtad, mit mondják? Hát bárki csak őt ne. Bárki csak őt ne. Tehát akkor kezdjük az elsővel. Fodrász? Most hirtelen egy se jut. Erre tudok? Kérdezz akkor meg. Felolvassuk. Legyen ez az első. Favicek. Kovácsovics Fruzsi. Szellő István. Fing. Oh. Bocsánat, mit mondtál? Fing? De hogy... Hát ő lehetett. Tehát Szellő István, Fing? Finn. Ez nagyon ciki, könyörgöm. Ez nem, ön tök tisztelem őt, nem. Tiszteled őt? Igen. Jó. Szóval Nacsa Olivér nyilatkozata mellett szerintem nehéz elmenni. A mai témánkat alapvetően ő inspirálta. Olivért ugye megkérdezték, hogy mit gondol Potyondi Edináról, miről a következőt nyilatkozta. A humor szerintem nem egy női pálya, nem egy női műfaj. Nyugi. Ha megnézzük, nem voltak sokan, mármint nők ebben a szakmában. A nézők kevésbé adnak egy-egy humoros mondatnak, gondolatnak nyomatékot, ha azt egy nő szájából hallják. Nem tudom, miért van így, szerintem ez alapvetően egy férfi szakma. Nem Nacsa Olivérről szeretnénk egyébként ma beszélni. Nem, én azt bár éreztem. Egyébként azt mondom, hogy kíváncsiak a véleményedre, ne. És mindjárt el is mondhatod, gong az eleje, gong a vége. És úgy mondd el, hogy lehet, hogy te már nem térsz vissza. De... És van is egyébként tényleg gongom. De... Szerintem kezdjük Lindával. Mit gondolsz a női stand-uposokról? Igen? Vannak? Egyébként én... Most mondd el most, neki. Most elmondom. Most. Egyébként én bírom, én nagyon örülök, hogy vannak. Meg nem ez nagyon, van nekem ideírva. Nagyon szeretem, hogy vannak. Nem, én igazából nagyon örülök annak, hogy vannak vicces nők, és annak viszont nagyon nem örülök, hogy nincsenek méltó helyen kezelve. Szerintem például egy nő valóban nincs úgy elfogadva, tehát hogyha vicces akar lenni, akkor nincs úgy elfogadva, mint ahogy egy férfi. Tehát egy vicc egy férfi szájából, az valahogy így jobban elfogadott. Tehát arra, hogy jobban ráröhög a közönség, azt így jobban értékeli. Igen, egyébként. Előbb. Mondjuk te pont egy ellentét és példa vagy erre, tehát de a kivétel ugye az mindig erősíti a szabályt. Na Fruzsi, mit gondolsz erről? Szerintem az tök jó érzés volt nekem, hogy azért a Nacsát így helyre rakta a közvélemény is, hogy mi a helyzet, meg tényleg nem akarom alázni. Melyik kamerába? Hát attól függ, az Olivérnek akarsz üzenni, vagy pedig csak így általánosságban. Nem akarok az Olivérnek üzenni egyáltalán. Nem. Tehát, hogy szerintem az tök jó volt, hogy volt egy ilyen közhangulat, meg amit mondasz, én egyébként tényleg nem érzem. Tehát, hogy az, hogy én a színpadon beszélek valamit, és arra jön a közönség, aki rám vett jegyet, és nevetnek, az ugyanolyan, mint amikor egy férfin nevetnek. Nincs ebben olyan nagy különbség, mint amit misztifikálunk, szerintem. Tehát, de az igaz, amit a Linda mondott, szerintetek? Hogy a férfiaktól valamiért ezt a karcosságot jobban elfogadják? Neked milyen egy céges bulin fellépni például, ahol csak pasik vannak? Hogy fogadják a női humort? Fecó. Elkezdtem gondolkozni. Mikor voltam céges bulin után? Esküvőn volt. Na, amúgy figyelj, tehát, hogy igazából az van, hogy az elején volt különbség szerintem ebbe, amikor még kezdő az ember, még nem tudja, hogy mit, hogy kell, és akkor ijesztő, hogy nőként mondjuk ott vagy 50 felsővezető előtt, aztán amikor meg már jól megy, akkor tudod, hogyha egy kicsit szurkálódsz. Mármint a poén? Sokkal jobban. Igen. és egy kicsit szurkálódsz, hogy minden, akkor azért meg tudod őket győzni. De az elején azért egy ilyen távolságtartás kérdése. Van, meg van egy ilyen, hogy úristen, na, akkor nézzük, mit tud a kis csaj. Én mondtam a sofőrnek, hogy járó motorral vár. Hogy bármi van, mert én nem tudom, hogy mi fog történni. Ha. Az elején még szerintem volt, de ez biztos, hogy sokkal inkább ilyen kétkedve fogadják azt, hogyha egy nő, rá is egy fiatal nő áll fel a színpadra. Szerintem biztos, hogy vannak, hogy na jó,
Jó, mutasd, bizonyíts el, aztán igen, már menj meglátjuk. Igen, menjen le a kislány, aztán... Igen. De akkor most nem egy haragudják, hogy elő pont azt mondtad. De ezt mondom, hogy ez 2 perc alatt ledől. Szerintem az van, hogy tényleg kevesebb a női humorista, mert alapvetően lehet, hogy kevesebb nőnek jut eszébe, nem tudom, ezt már sokat beszéltük mi is, hogy miért, ez van, hogy kevesebb van, de akik vannak, és akik szerintem jók, azokat elfogadja a közönség, és ez így látszódik is, hogy szívesen jönnek az emberek. Tehát, hogy ebben nincs különbség. Szerintem ez a karcos humor, ez még szerintem sokszor jobban is áll egy nőnek. Ez attól függ, hogy milyen a stílusa valakinek. Most például, hogyha Fruzsi elkezd karcos humort mondani, mindenki röhögni fog. Én most, hogyha egy társaságot veszünk alapul, akkor szerintem ugyanúgy röhögnek mondjuk egy poénomon a férfiak és a nők. Viszont... Ez milyen társaság, bocsánat? Mutasd már bennük a társaságnak. Egyszer beülünk, csak oda hátra. Szűk, finoman beülnék. És így... Anyukám, apukám, egy fiú, egy lány. Szóval, hogy viszont én azt tapasztalom, hogy mondjuk egy ilyen társaságot vegyünk alapul, azért többször viccesebbek mondjuk egy ilyen társaságban srácok, mint mondjuk lányok. De szerintem meg nem az srácok viccesebbek, hanem hogy a hallgatóság jobban fogadja el a férfiakat. Nem, tehát, én azt érzem, hogy például én, ha társaságban vagyunk, vagy úgy ilyen szűken vagyunk, akkor merek vicces lenni, meg kimerek mondani dolgokat, vagy kimerek mondani ordinári poénokat. Na most én azt nem tudom elképzelni, hogy az Instagram oldalamon bármilyen olyan ordinári poént, amit mondjuk bent az öltözőben tök jót röhögünk, hogy én azt mondjuk így elmondanám. Miért? Hát azért, mert egyszerűen nem vevők az emberek arra, hogy... Tehát mindenki megmondó akar lenni, mindenki igazságosztó akar lenni, és nem a humor részét veszi ennek az egésznek, tehát nem a humort látja benne, hanem hogy engem megkézzen, hogy én egy mennyire érzéketlen, büdös picsa vagyok, aki nem tud normálisan is úgy kommunikálni, hogy én meg akarok sérteni másokat. Megszokták már az emberek, hogy a fiúk lehetnek harsányak, lehetnek ilyenek, lehetnek olyanok, a nők viszont legyenek kicsit szofisztikáltabbak, fogják vissza magukat, és ez tök jó, hogy valaki megmond, tök jó, hogy elkezdte ezt a humorizálást. Én például tökre bírom azokat a csajokat, sőt imádom, akiknek van humor érzéke. Most tudod, miért lett vége. Hogy a... Szóval, hogy... De akkor volt, akkor tudod poénkodni a nyomta? Nem, azt mondom, hogy azért lett vége, mert nem volt akkor sem már. Később elmagyarázom. Tehát igen. Nem, de tényleg, hogy tökre bírom azokat a csajoknak, van humorérzéke. Nekem például volt már olyan, tehát, hogy akár párkapcsolatban, hogy mondjuk zavarta az, hogy én túl harsány vagyok, hogy én túl odamondó vagyok, de... De a humor az a harsányság, meg az odamondás, vagy... Tehát, hogy szerintem azért összefügg. Tehát, hogy tényleg? Akkor úgy mondom, hogy akkor az én humorom az igen. De ez attól függ, hogy milyen csávód van amúgy. Mert hogy valaki elviseli, valaki meg nem. De nem is azt hanem, hogy tudod, hogy általánosságban a pasikat, ez amit te mondasz, hogy ő nekik igen, az kell, hogy van egy tök jó csajuk, aki ott van mellettük, és közben a férfiaknak egyébként az a vágyuk, mert valahogy a társadalom az így rendeződött be, hogy vannak a férfiak, érted, akik azért vannak, hogy minket, nőket lehengereljenek, hogy minket elkápráztassanak, tehát magyarul ők mesélik, ők mondják, ők a viccesek, mi meg a térdünket csapkodva hahotázunk rajta, hogy fú, igen, ezt tényleg szeretjük. Jót mondtál. Hát de most őszintén, de hogy ezt őszintén okay. Nem ezt szereted? Tehát ez a csábításnak ez a része, igen, hogy, igen. Hogy egyszerűen, hogy így egy csillogó szemű igen. Nő így ül, és így hallgat, és tök mindegy, hogy milyen szart van, de tényleg így... Az olyan jó, amikor bármit mondasz. Igen. Gondolj bele, hogy nálad hány nőnek kell ezt eljátszani, tényleg. Ezt is. Igen, hát nem csak az or... Hát nem csak az orgazmus játszák meg. A fecóval az élet, tehát a fecóval az élet. Fecóval az élet, ez egy madárcínház, hallod? Egyébként te azt mondtad, hogy reggeli műsorvezetőként is soknak tartottak téged, nem? Igen, te ott is megérted ezt. Nekem az volt, hogy a reggeli műsorban, tehát hogy rendszeresen megkaptam, még akár a mamimtól is, hogy jaj, Lindike, aranyos voltál persze, de hát, hogy sok. Jaj, szóval, hogy borz. Szóval, hogy nem kell, tehát nem kell énekelni, olyan harsánynak lenni, nem tudom. De én például, én egy pillanatát nem bánom annak, hogy én ott harsány voltam, vagy hogy sok voltam, mert inkább úgy vagyok vele, hogy szeressenek azért, mert olyan vagyok, amilyen, és ne szeressenek azért, aha. Mert olyan vagyok, amilyen. Tehát, hogy legyen már az, hogy azt mutatom, aki vagyok. És nyilvánvalóan ez bizonyos kereteken belül. Szóval akkor most elkezdeném. De hogy nyilván bizonyos kereteken belül, hogy én ezzel ne bántsak, vagy sértsek másokat. Létezik egyáltalán olyan, hogy férfi meg női szakma, meg ki lehet jelenteni a stand-upra, a humor műfajára, hogy ez egy férfi műfaj, vagy bármire? Tehát nem kell, most nem csak a humorról beszéljünk. Hát, szerintem a humorra nem lehet kijelenteni, mert akkor szerintem se. Szögre akasztanám a mikrofonom.
Na, de tényleg, de hogy nem, férfi vagy női tudom, szakma, amit jobban el tudsz képzelni. Tehát ami konkrétan azt mondja, ez egy férfi szakma. Jaj, de fura, hogy egy nő van benne például. Vagy for, mit, nem tudom, mit, mikor egy férfi mondjuk fodrász. Tehát az egy fura akkor, nem? Hogy egy... Most ezt lángodolsz. Nem, nem. Leesett. De tudod, alapvetően... mi a durva, hogy a hajas óta az se fura. De tényleg. Figyelj, ez, amikor elkezdtem a fodrászatot, akkor egyből néztük, hogy te, hogy fodrászként, úristen, hát az, hogy mi. És most nem kezd... lehet, hogy azért, mert a hajad ilyen? Milyen? Igen, nem azt mondja, hogy férfiként, hanem, hogy te. Nem, a fodrászat viccen kívül, tehát az például az egy női szakmának számít? Tehát hát kapsz ezért, hogy... Már nem, de az elején azért nagyon kaptam az ívet. Aha. Most már azért egy divat szakmáját valamilyen szinten, rengeteg férfi megy el fodrásznak, de mint férfi fodrásznak. A női fodrász, aki női fodrászatot művel, abból kevés a férfi. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy olyan energia kell, ez egy női energia kell, tehát egy szép érzék, ez mindegy olyan úgy ki van alakulva az emberbe, ami belőlem hiányzik, de hogy amúgy megvan, csak hogy bennem is úgy alakult ki, hogy én nők között nőttem föl, és így szép lassan ez felerősödött. Tehát alapvetően szerintem az emberekben benne van a női energia, meg a férfi energia is. Például képzétek el, hogy a múltkor jöttem haza repülővel, és... De te vezetted? Igen, ez egy ilyen magánjárat. Minden szakmát el kell valahol kezd, vannak bukások. Tehát jöttem haza, képzétek el repülővel, és hogy így felszálltam, és csak férfi légiutas kísérők voltak, képzétek ne. El. Ne, komolyan! És volt rajtukban, vagy mesztelenek voltak. De hogy így... Nyugtass meg, hogy ez nem az a sztori, hogy mondta, hogy el fogsz sütni, és nagyon jó lesz. Nem. Nyugtass meg, nem erre a történetre vártunk a műsor elejé óta. Nem. Nekem ezt elmondta a telefonban, hogy készüljek fel erre. Nem. Na, szóval... Nehogy duhassány a röhőjban. Lesz egy repülés poénom készül. Nagyon nagy ez fecó, megszolgast. Igen. Szóval, hogy nem, ebből csak azt akartam kihozni, tehát, hogy férfi és női szakmák. Ugye nekem például a légiutas kísérő az egyértelműen egy olyan szakma, amiről azt gondolnám, hogy inkább nők dolgoznak benne. Pedig egyébként én, tehát, hogy én azért nem vagyok ennyire szögletes, hogy jó, ez a férfi, ez a női szakma, és a többi. Viszont úgy engem is meglepett, hogy úgy csak férfiak vannak ezen a repülőn, és olyan nagyon furcsa volt, hogy ez most mi van. Miért neked ez nem lenne furcsa, hogy felszállsz egy repülőre, és csak férfi légiutas? Biztos, hogy helyre szálltál? Én is elkezdenék gyanakodni, hogy felszállnék egy repülőre, csak férfiak vannak. Csak férfiak, és mindig ilyen bőrszemben. Miért van egy ilyen labda a szájában? És így magyarázta, nem? Köszönjük, ez itt a szexi állat. Ahogy tudod, mutatja, mi esik le, csak kicsit máshogy mutogatja. De amúgy ez egy tök jó példa, mert szerintem azok a szakmák alapvetően ilyen nem orientáltak, amiből fura a másik elnevezés, mert hogy stewardess, de a férfi stewardess, az steward. Igen. Fecó nagyon rácsodálkozott, most rakta össze. De a stewardra. Steward, úgy hívják. Ezt a steward little jutott el, vagy egy... Nagyon pici utas kísérő. Ez a kisegér légiutas kísérő volt. Most már értem. Ilyen papírlepülő. Újra nézem. Más értelmet ér az egész. Hazamegyek, újra megnézem. Ilyen szemmel akkor. Nem, azt máshogy írják. Igen, ez a különbség. Mi a helyzet a női vezetőkkel? Busz. Busz vezető. Nem. Repülővezetőkkel. Tehát egy női vezető. Női vezetőkkel. Aha, volt már női főnökötök például? Tehát mi a tapasztalatotok, hogyha valaki például nő, ha egy olyan területen van, amit alapvetően férfiaktól szoktunk talán meg, amihez egy ilyen férfias attitűd is kell talán, hogy ott keménynek kell lenni, ott dominálni kell, ott tudni kell vezetni. Bár egyébként ugye egyre több női vezető is van, tehát azért nagyon fordult már a világ. Engem kirúgott, nekem volt egy foci edzőm női, és kirúgott. De hogy lenne neked női foci edzőm? Edith néni, nem felejtek. Nem látja. Kirúgott. Igen. Nekem ez az egy tapasztalatom van, hogy volt egy női edzőm. De miért rúgott ki? Azért az fontos. Kulcsontörésem volt, hogyha ennyire kíváncsi vagy rá, és nem jártam ki az edzéseket. Most kértem meg, szerinted kulcsontörésem volt. Az van, mint egyébként a stand-upban is, hogy ez a nehézség, hogy egy olyan szakmát csinálsz, amit más nő mondjuk nem csinál, hogy bármit csinálsz, az így a nemed által is meg van ítélve. Tehát, hogy én nagyon sok olyan, nem sok, kevés olyan kommentet kapok, hogy a lányok nem viccesek.
amikor valaki így be akar ugatni, és az tök oké, ha valaki engem utál, én azt, el vagyok vele, de az, hogy egyből mindenkit képviselsz, és ez van a női vezetőknél is, hogy azt mondod, hogy ó, hát Edith néni egy... Igen. Ilyen nő volt. Na ezért nem jók a női foci. Igen, hogy általánosítanak hogy rögtön. Akkor egyből, és ez van a felső vezetőknél is szerintem, hogy ez egy nagyon nagy nehézség, meg ez is nehezebb van be véleményt foglalni, mert kicsit olyan, mint hogy az egész genderednek beszélned kéne, holott te is ugyanolyan vagy, mint bárki más, egy egyedülálló lény, és szerintem ez a férfiaknál nincsen például, hogy ha te mondasz egy véleményt, akkor ezt az összes férfi megítélését érzed a tarkódon, hogy úgy beszélsz, hogy mindenki nevébe beszélsz. Meg mondjuk az lehet egyébként a női vezető, ugye hát én óvodában dolgoztam, ott egyértelműen ott női vezetők voltak, de hogy az lehet a női vezetőknél, hogy akaratlanul is, hát akkora felelősség van rajtuk, meg annyira határozottnak kell lenniük, hogy azért a női vezetők szerintem akaratlanul is nagyon sokszor helyenként egy picit túl határozottra sikerülnek, ami ugye a munkájukkal jár, meg mindennel, csak ugye, hogy viselik mondjuk ezt az, a férfiak. Hogy nem szoktuk meg, hogy egy nő is pontosan. Az asztalra csap, hogy egy nő is tud kemény lenni, hogy megint lehetséges. Ez csak ez a megszokás egyszerűen? Lehetséges, hogy ugye a női szerep, mint olyan az a látság, az alkalmazkodás, igen. A gondoskodás, stb. És lehet, hogy mondjuk az ilyen típusú nők meg mondjuk sokkal határozottabbak, és csak hogy ezt ugye hogy viselik a férfiak, ez a kérdés. Hát itt van szerintem, ahol nem szabad különbség, vagyis hát pont, hogy nagyon nagy különbséget kell tenni, hogy az, hogy te otthon hogy viselkedsz mondjuk a családodban, a pároddal, a gyerekeiddel, az egy teljesen más attitűd, mint amikor női vezetőként egyszerűen muszáj egyébként is erősebbnek és erélyesebbnek lenned, mert egyszerűen nem fogadnak úgy el, vagy nem hisznek annyira neked, nem fogadják el annyira a te erődet. És így én sokszor látom azt női vezetőknél, hogy pont emiatt így vissza is élnek a hatalmukkal adott esetben. Tehát, hogy... Mármint a nők? Igen. Értelemben? Úgy, hogy... Hogy ki azért... volt az néve? Te is ismered. Nem. De hogy egyszerűen mondjuk az, hogy pont azért, mert hogy a nők nincsenek annyira elfogadva vezetőként, ezért még inkább keményebbek és durvábbak, és takaróznak azzal, hogy mert ők nők, holott közben szerintem meg csak egyszerűen arra kell... Mutatni, hogy meg tudom csinálni, bebizonyítom, hogy egy pontosan. Nő is tud vezetni, és közben még keményebbek lesznek. Pontosan, és hogy az van, hogy itt emberekről van szó, tehát szerintem teljesen mindegy, hogy valaki férfi vagy nő ilyen szempontból. Lényeg, hogy egy jó vezető legyen, és egy nőnek szerintem ez egy tök jó skillje, hogy fel tudja mérni adott esetben azt, hogy neki ott van az a puhaság, az a látság, az összefogó erő, amit mondjuk egy nő képes akár egy munkahelyen is, egy csapatban szerintem jobban megadni, mint egy férfi vezető. De hogy el is vesztik a nők a nőiességüket ezáltal, szerintetek? Szerintem nincs helye annak, hogy nincs kérdés. Legyen? Szerintem nincs kérdés egy női vezetőnél, hogy most nőies vagy kevésbé nőies. Ott az a kérdés, hogy egy jó vezető vagy nem jó vezető. Oké, de akkor férfi szemmel fecó, szerintem, hogyha valaki ennyire kemény, határozott, hogyha valaki vezet egy céget, egy bármit, akkor szerintem elveszti a nőiességét? Alapvetően a nőknél szerintem benne van ez, hogy vannak férfi energiák, amit említettem előbb, meg női energiák, és a női energia a szeretet, a gyengétség, a látság. És a látság az nem a gyengeség, a gyengétség sem a gyengeséget jelenti, hanem az a látság. Tehát ott van egy kőkemény vezető, én tudom, hogy otthon, ő ugyanolyan lágy akar lenni, és oda akar bújni a férfihoz, mert a férfi erő az a stabilitás, az erő. Szerintem mi nők pont erre vágyunk, tehát hogy csak itt összekeveredtek ezek a szerepek, és sokkal jobb lenne az, hogyha ti férfiak egyébként tényleg végre megemberélnétek magatokat, és odaállnátok a sarkatokra, és így szeretnétek minket, meg gondoskodnátok rólunk, meg így vigyáznátok. De hogy szerintem itt tök sok férfi sem feltétlenül akar mindig macsó, meg mindig domináns, meg mindig férfias. Meg nem is minden pasi ennyire határozott, de csomó olyan pasi, szóval, akit hogy... egyszerűen vezetni kell, és mellé meg pont egy határozott nő kell. Hát nekem egyszer volt egy randim. Azt hittem egy hosszabb kapcsolatod, és arról fogsz mesélni. Na, megérkeztünk, tessék akkor. Szóval képzeljétek el, nekem egyszer volt egy olyan, és ez egy srác volt, nagyon furcsa kettőség volt benne, mert hogy ő például, mi elmentünk egy ilyen pékségbe, és vettünk ilyen... Oda mit randizni? Ez egy úr. Ezt miért nem tartottad meg? Jó, de Lipóti volt. Nem egy albán pékség. Összekérdeznék, légutas kísérő volt?
Sétáltunk, igen. És akkor megéheztünk, és akkor bementünk egy pékségbe, és akkor vettünk mindenféle ilyen péksüteményeket, és akkor kijöttünk, és akkor sétáltunk vele vissza a kocsihoz, és oda jött egy kutya. Hát gondolom, egy ilyen kóbor kutya, így az illatra, vagy nem tudom. És a csávó, képzeljétek el, hogy annyira bepánikolt a kutyát, hogy odat megkérdezte, hogy ne haragudj, megfognád ezeket? És odaadta az én kezembe a cuccot, hogy hozzám jöjjön oda a kutya, és mögöttem jött a gyerek. Ne. De... Fecó, ez nagyon ciki. Egyébként ugyanez a srác volt az, csak ez az előbb volt. Tehát magyarul hogy... többször randiztál? Nem, ez még mindig egyébként ugyanaz a randi, csak ez, hát ez nem sok különbség volt időben a gyere, kettő történet. Gyere, veszünk egy mentes fizet is. Között, hogy képzétek el, hogy, na, szóval, hogy mennyire próbálja szerintem ellensúlyozni így a... Na, szóval, hogy mondjam, megértem. De értem, hogy mondasz. Hogy volt egy ilyen rét, még nem messze ettől a helytől, és ez ilyen tök saras volt, és akkor így át kellett menni rajta, és akkor gondoltam, hogy na, majd én leszek most itt a törékeny hölgy, és akkor mondtam, hogy de most mit röhögsz? Az volt, te történet mesélsz, nekem is fontos, hogy röhögnöm kell. De és nem tudom, hogy miért, csak mindig várom, hogy... Én úgyse fogok röhögni, legalább alatt, hogy röhögjön. Pedig már nagyon leegyszerűsítettem a történetet, hogy te is megértsd. Csak a lényeg. Nincs, a sár nem fontos, az időjárás nem fontos, a hónap nem fontos. Amúgy Kajak nem mondta el, hogy burekast kapott sajtosat, ja, vagy sósat, tehát fejlődünk. Abszolút, igen. Na, szóval, hogy a srác. És akkor mondtam neki, hogy hú, de hát ha itt átmegyünk, akkor fel kell venned a hátadra. Jó. És akkor mondta, hogy mondtam neki, hogy én leszek a hátizsákod, és akkor erre a srác így ilyet szól, hogy... Ráugrott a hátadra. Ha te vagy a hátizsákom, akkor nagyon meg kell, hogy pakolj. Az a baj, hogy nem ezt tudtam... Ezt nem mondott komolyan. Ezt mondta, de... És az a baj, hogy nem tudtam eldönteni azt, hogy igaz... Egyrészt ez poénos volt szerintem viszont elképesztően bumburnyák is egyben. Igen, pont a határán van. Igen, és aztán nagyon fura így... volt, hogy már ott kicsit... Első randi nem biztos, hogy elsütnék ilyet, nem? Egyébként ez az első randi volt. Igen. De miért volt utána... második is ezen nem, a fiú? De nem ez miatt a poén miatt. Olyan kontrasztos volt utána... Az, hogy utána meg így odaadja nekem a péksüteményt, hogy akkor menjek ki, hogy a kutya hozzám jön, meg rám ugráljon föl. Nekem ez egy ilyen fura kettősség volt. Az ilyen elképzelhetetlen, hogy mondjuk valaki fél a kutyáktól, de közben szeret megpakolni egy nőt. Tehát, hogy... Nem. Nem mondom, hogy végig fogod mondani. De értem, tehát, hogy gyakorlatilag az a kérdés, hogy mi férfiak nem lehetünk gyengédek, vagy akkor elveszítjük a férfiasságunkat? Nem, ez egyáltalán nem igaz, csak nekem furcsa egy ilyen szituáció. A kecskétől félek például, a kecskéktől is félek. Nekem fura ez, most én ezt így nagyon megtömös a hányságokat. De egy évtáskát úgy megtömök, hallod? Na igen? Ne, csak nekem, ne haragudj, de nekem ez furcsa, hogy sétálok egy férfival, és azt mondja, hogy akkor tessék, vitte, és menjen oda hozzád ez a kóborkutya, aki nem tudom, mit fog. Tehát én azt várnám, hogy jó, akkor menj a hátam mögé, és akkor úgy megyünk. És mert akkor neked ez nem férfias, ezt kérdezem, hogy ettől nem férfias nekem valaki? Nekem ez egy olyan gesztus volt, ha nevezhetjük így, ami nem férfias. Nekem abszolút egyébként erre így rá tudok fűzni, tehát hogy ez a töketlenség, amikor egy pasas... tehetetlen, teszetosza, töketlen, lassú, fú, én attól nagyon-nagyon rosszul vagyok. Nem kedvelted a fecót. Félre ismersz. Hogy is, tudom, hogy nem vagy ilyen. De hogy én nekem így ezek, de például az is, hogyha mondjuk nincs humora. Tehát azt például nagyon nem szeretem, hogyha ha valaki így ilyen. Többnyire ilyen férfiakkal találkozom. Engem tök sokat bíráltak azért, mert műsorokban én elsírtam magam. Aha. És a végén zavart, hogy fú, tényleg gáz? És mondom, nem gáz, miért lenne gáz? Tehát, hogy szerintem én sem tartom férfiatlanak, hogy nem attól, hogy férfi, hogy hangos vagy, kemény vagy, odaversz az asztalra, nem, a sört iszol, nem vagy a gyerekkel nem. Dolgozol. Fingasz kettőt, hogy... és akkor így vagy férfi. Igen, tökre nem ez a férfiasem, de egy kicsit él egy ilyen kép, nem? Persze. Tehát nagyon kevesen merik férfiként például az érzésüket kimutatni. Persze. Tehát ez a legnagyobb bátorság szerintem az, hogy felvállalod azt, hogy te inkább egy valós képet mutatsz, hogy te mersz sírni, miért ne sírhatnál? Na jól van! Hogy vagy, Fruzsi? Kicsit elfáradtam. Fruzsi! Hogy vagy? Jaj! Szerinted? Na, hogyan zárjuk akkor a mai műsort? Szerintem egyértelmű. Hogy együtt táncolunk. Együtt.
Együtt. Nem, Petszó. Együtt. Együtt, mindenki. Csináljunk úgy, mint a fölállás. Hallottam. Nem, nem, csináljuk úgy, hogy te elől, mi pedig hátul táncolunk mögötted. De ne nézz hátra, biztos, hogy táncolni mindenki fogunk, csukott nyugi szemmel táncoljon. Nem, mindjárt táncoltunk egyébként. Még egy dolog, van egy nyereményjátékunk. Hova is tettem a nyereményeket? Egy rosszmanos ajándékcsomagot lehet nyerni. Egyrészt írjátok meg tényleg, hogy mit gondoltok erről a témáról, amiről beszéltünk. Férfinői szerepek, ti mit gondoltok? Nekem még eszembe jutott egy pár gondolat, az a baj erről a témáról. Mindjárt elmondom a végét. Elköszönök, megnyom a végét. Elmegy mindenki. Elmegy mindenki, és itt maradhatsz. Körbe elkezdünk lebontani, a te székedet ott hagyjuk, és addig mondod, Fruzsi, ameddig akarod. Tényleg. De tényleg írjátok meg, hogy mit gondoltok erről a férfinői témáról. Létezik-e szerintetek tényleg férfi szakma, női szakma? Meg egyébként azt írjátok, hogy mit gondoltok erről a szellős asszociációról. Igen. Mert ezt én egy kicsit soknak éreztem, őszintén szólva. Tényleg ciki, hogy, én nem, csak hogy igen, hogy azt gondolják az emberek többsége, amit a Fecó gondol a Szellő Istvánról. Azok között, akik kommentelnek, ki fogunk sorsolni egy 10 000 forint értékű Rossmann ajándékkártyát, illetve egy csomó rosszmanos terméket, amivel elhoztam egy párat, tessék, nézegessétek meg, Badekugel van benne, Mandel van benne. De miért nem magyarul beszélünk ezeket? A Lilunak, ja nem, csak mutogatom, én sem tudom pontosan, hogy mi van benne. A Lilu, ezt tudom, hogy az a Lilunak a márkája, ez a Body Me. Na mindegy, egy csomó minden van benne, úgyhogy ezt fogjuk kiküldeni, 5 nyertesünk lesz, úgyhogy kommenteljetek, ki fogunk választani 5 kommentelőt, és elküldjük akkor ezt a Rossmann ajándékcsomagot, és köszönjük szépen a Rossmannak ezt a felajánlást. Na, és akkor eljött szerintem a tánc ideje. Én egyébként nagyon örülök, hogy a csajok itt voltak, mert hogy általában egyedül szoktam lenni nőként, és nagyon-nagyon örülök, mert én a Fruzsit már régóta szerettem volna megismerni, és igen. Egyébként tudod, hogy miért fura, amit most mondasz? Nem. Mert amikor volt egy ötletelésünk, hogy akkor kik lének a vendégek, és ezt mondtad, hogy nem mondod. És a Fruzsi konkrétan elmondta többször, hogy én nagyon örülnék, hogyha a Fruzsi jönne. Komolyan? Esküszöm, de tényleg. Ez egy örök barátság kezdete. De kedvesek vagytok, hogy így kihagytok ebből. Igen, tehát, hogy téged... Nagyon aranyosak vagytok, hogy ilyen szépen beszéltetek egymásról. Tudom, hogy beleolvadok a kanapéba, de azért mégis. Annyira örültem, hogy itt alkult az egész. Igen. Na jó, köszönjük szépen, hogy néztetek bennünket. Köszi nektek is, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat. Gyertek máskor is. Mostantól mindig itt leszünk az Akvában, úgyhogy tudtok jegyet venni. Te is, Fruzsi. Legközelebb szeretném, hogy tényleg elfoglalnád a méltó helyet ott a közösségben, jó? Meg lesz, Bence, meg lesz. Igen. 2 hét múlva jövünk. Köszönjük, hogy néztetek bennünket. Bocsánat, várjál pillanat. Most kivételesen akkor ezzel zárjuk. Fecó, készen állsz? De! De már élesíti a kamerát, már látom. De tényleg? Tényleg. Az Redditre megy. Szevasztok! Bármit, komolyan, egyszerűen nincsenek határok, bármit megenged magának. Azt hiszi, hát ez, hogy... Nem, hogy a széket elvinném. Most? De én még itt üldögélnék. Jó, én vidd, akkor még állva mondom.